Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A napokban lesz egy Lilith energia hatás. Ez kiváltja nálunk, nála is a reményeket, a vágyakat és az álmokat. De ezúttal úgy érezzük, ez nem fog beteljesedni, hiszen hajlamosak vagyunk arra, hogy most feladjuk az álmainkat. Vagy valaki befolyásol bennünket, és azt mondja, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. Most nagyon fontos a belső hit, és nem szabad az álmokat feladni, hiszen ez az álom megvalósulhat. És most bepillantunk a kártyák világába. Mit közöl veled? Milyen hír érkezik? Ezt most megtekintjük. Itt látható ez a kard. Ennek több jelentése is van. Először is arra utal, hogy átteszi magát a félelmeken. Azon kívül ez a kard utal a levegő elemére, a szabadság érzetére, és szimbolizálja a kommunikációt. És itt ez a korona, meg a babérlevél azt jelenti, ez sikereket hoz. Még mindig maradunk nála, mit közöl veled? Mi a szándéka? Itt ez az angyal ott van a háttérben, ez utalhat olyan spirituális dolgokra is, és amit ez a kártya még jelent, hogy a középpontban marad, ne túl sokat, ne túl keveset. Tehát ő nyitott lesz érzelmekről beszélni, de ő nem fogja ezt eltúlozni. Ami még fontos számára vagy számodra, a belső egyensúly. A következő lap még mindig arra utal, hogy mit közöl veled. Itt a halálról van szó. Az lehet, hogy van egy örökösödési ügy a környezetében, de azt is jelentheti, hogy ő lezár valamit. És ha ő ezt befejezte, akkor tényleg lesz itt kommunikáció, lesz egy új kezdet. Ő beszélni akar veled, hiszen ez a kártya utal a kommunikációra. A középső kártya utal a belső egyensúlyra, de ez a halál el tudja ezt távolítani. Akkor az azt jelenti, hogy nincs meg nála ez a harmónia. De a halál jelenthet más dolgokat is, mégpedig egy örökösödési ügyet, amit neki itt rendeznie kell, és itt lesznek beszélgetések, vagy ő lezárt valamit, ezáltal meg lesz most nála ez a belső egyensúly, ez a harmónia, és ezt közli veled. És most megtekintjük azt, hogy reagálj erre, mi legyen a válaszod. Itt te vagy ez a királynő, és te uralkodsz a víz eleme felett, ami utal az érzelmekre. Itt trónolsz, tehát foglald el a helyedet az életben. Légy inkább visszahúzódó, és várj arra, amíg ő beszél érzelmekről. Ha így van, akkor nyitott légy, és mondd azt, amit te érzel vele kapcsolatban. Még mindig nálad maradunk, hogy válaszolj rá, amit ő közöl veled. Itt látható az igazság, de utal igazságtalanságokra is. Amennyiben ő megbántott téged a múltban, és történt ez az igazságtalanság, akkor azt közöld vele.
Az is lehet, hogy van egy bírósági ügy nála, mint például ez az örökösödési ügy, akkor várj türelemmel, amíg ő ezt rendezi. Amit ez a mérleg itt még szimbolizál, az a párkapcsolat. Tehát az a fontos a jövőben, hogy kialakuljon köztetek ez a párkapcsolat. Még mindig maradunk nálad, hogy válaszolt meg azt, amit ő közölt. Itt látható ez a bot, tehát kezedbe veheted ezt a botot, vagy ő, és ez szimbolizálja a tűz elemét, a bátorságot, a lelkesedést, és a testi kapcsolatot is. Tehát itt látható a te válaszod. Viselkedj úgy, mint egy királynő, tehát legyen meg a büszkeséged. Te uralkodsz a víz eleme felett, az jelenti az intuíciódat, az inspirációt, egy kreatív tevékenységet, de a szerelmet is. Itt kell ez a belső egyensúly, mint ez a mérleg. A párkapcsolat és az igazság áll itt a középpontban. Lehet, hogy nála most igazságtalanság vagy egy bírósági ügy, de vedd itt kezedbe a dolgokat, és figyelmeztesd őt, hogy itt nála igazságtalanságok történtek. Vagy ha ő bántott meg téged, akkor védd magad, vedd kezedbe ezt a botot, ez jelzi a tűz elemét, a bátorságot, a kihívások ellen is. De amit még jelent ez a kártya, a testi kapcsolat, itt érzelmekről van szó, és a középső kártyán látható a mérleg, ez szimbolizálja a párkapcsolatot. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!